Sziasztok, srácok, itt vagyok, és íme itt vagyunk a következő videóban! Csácsá, hello mindenkinek, sziasztok, sziasztok! Lassan úgy majd kérem valami új beköszönés, szóval amúgy nyugodtan írjatok nekem beköszönéseket a kommentek közé, mert hát, ha adtok valami tök jó ötletet, aztán lehet, hogy az lesz az új beköszönésem, meglátjuk! Na, szóval srácok, ebben a videóban egy nagyon-nagyon különleges dolog fog történni, ugyanis most nem mondom még el, oké? Mindegy, nem mondom még el, hogy izguljatok. A lényeg, hogy találtam egy új munkát, ami nagyon-nagyon-nagyon-nagyon különleges lesz. Szóval nagyon remélem, hogy tetszeni fog nektek. Még csak, hát most még nem kell mennem munkába, majd később kell mennem, szóval addig falus is dolgokat fogunk csinálni így a videó elén, de borzasztóan izgalmas meló, szóval nagyon-nagyon remélem, hogy végignézitek a videót és majd meglátjátok. Szóval srácok! Még akkor azt elmondom, hogy ugye, ha valaki PG-13-es terméket akar venni, amit már nem nagyon sokáig tehet meg karácsonyig, ugyanis ugye hát hamarosan itt a karácsony, és lehet akár egy-két hét is, amíg kihozzák a termékeket. Szóval srácok, hogyha esetleg még valaki akar venni PG-13-es terméket, az még most tegye meg, hogy biztos, hogy odaérjen karácsonyra, vagy bármi, mert különben nagyon-nagyon sok idő lesz, amíg odaér. Szóval ja, nyugodtan csekkeljetek le, a leírás első sorában ott van a shopom. Na, ez a másik. A harmadik, ugye, hogy van egy csomó másik csatornám, szóval oda is iratkozzatok fel, az a leírásban van, ugyanúgy. Kicsikét lejjebb görgetek, ott lesz. És akinek tetszik a videó, vagy tetszeni fog a munkám, vagy bármi, akkor az nyugodtan dobd egy lájkot a videóra, és akinek úgy önmagában szeret engem, és szeretne engem támogatni egy lájkkal, az nyugodtan dobhat egy lájkot, azt úgy alapból megköszönöm. Szóval ja, ott volt kis is, amint láttátok, igen, az aranyos kis kutyuskám, a kovásnál nincsen semmi, ez elég szomorú, na mindegy. Szóval ja, kissel fogunk itt szépen játszadozni, meg Minecraftozgatni, mint mindig, és... Hát még mindig nincsen itt az idő, hogy mi menjünk, de hamarosan menni fogunk. Nem tudom, hogy kinek esik le esetleg ebből a ruhából, hogy mi is az én munkám. Nagyon-nagyon menő munka. Jaj, Istenem, imádom ezt a munkát. Majd meg fogjátok látni. Nagyon-nagyon izgalmas, az biztos. Amúgy, hát igen. Majd annyit elárulok, hogy oda kell majd felmenni. Ott az ászló. Oda fogunk majd szépen felmenni. Addig pedig... Én itt szépen dolgozgatok és csinálom egy napi teendőket, mert nagyon-nagyon más most nem tudok csinálni, fát elvágni menni nincs nagyon nagy kedvem. Szia Dani, hol vagy? Ők köszöntek, csá-csá, hello, sziasztok, ciao. Na, szóval ja, amint mondtam, ugye nagyon fát vágni most nincs nagy kedvem, szóval inkább veteményeskedek, meg mit tudom én ilyenek. Na, de viszont szerintem így is van, lassan indulnom kell, szóval szerintem akkor megyek is vissza. És ezeket még gyors lepakolom. Hú, mennyi jó cuccot szedtünk össze. És szerintem, srácok, akkor felveszem a ruhámat. És én szerintem lassan megyünk szépen dolgozni. Kiveszem az OP-almákat az biztonság kedvéért. Meg ilyenek. És akkor, srácok, készen álltok? Igenis, kapitány! Ja, igen. Na szóval, srácok, aki készen áll, az dobja le lelkot, aki nem, az pedig nyugodtan diszlájkoljon, de szerintem mindenki készen áll. Szóval, let's go! Csináljuk! Menjünk a munkahelyre! Oh, imádom a munkám! Szeretem. Közben akkor addig elmondom, hogy mi is az, ami ahova engem meghívnak. Gyászol, Zani? Nem, de hogy gyászolok, nem tudom miért izélnek. Na, szóval, nem tudom kinek esett le, kinek nem, de titkos ügynök lettem. Meghívtak engem egy ilyen nagyon-nagyon szuper titkos ügynök csapatba. És ott dolgozok pillanatnyilag, és nagyon-nagyon különleges dolgokat csinálunk, srácok. Majd most megyek ugye szépen majd be, megmutatom a bázist, meg ilyeneket, és majd meglátjátok, de nagyon-nagyon sok érdekes dolog van. És hát, ja, szerintem el fogjátok dobni az agyatokat, hogy miket csinálunk, meg miket tervezünk ott, meg ilyesmi. Szóval, ja, de majd meglátjátok, tényleg nem akarom lelőni a point. Na! Szépen akkor, várjátok, arra kell menni, így is van. Na, szóval... Menjünk is akkor szerintem be, itt van egy eléggé szuper jó ajtó. Ide bemegyünk, és bizony itt vannak a dolgok. Na, itt van egy ilyen, hogy illegális kard csak ügynököknek. Itt például egybe stackelt. Ezt elrontottam, mindegy. Elrontottam, ez könnyű volt, na mindegy, jó. Mindegy, egybe stackelt kard volt, de elrontottam. Hát, bocsi, mindegy. Na, itt a következő. FBI napszemüveg. Azért ez is mennyire bedesz? Ez is mennyire bedesz? Így, senki nem fog engem felismerni, az biztos, na mindegy, ez annyira nem túl durva, de mindegy, egy FBI-os napszemüveg, visszavesz inkább a titkos ügynök ruhámat, azért ez mégiscsak menő. És itt van egy könyv, és itt van az, hogy pillanatilag hol vagyunk, szóval, ja, igazából itt vagyunk fenn ugye a hegyem,
ott van a falu, és itt vannak a környező dolgok, meg ott van egy piros X, meg ilyenek. Rengeteg dolog van, de mindegy igazából, most ezt hanyagoljuk. Az a piros X, szóval nem tudom, hogy mi, de egyszer lehet meg kell nézni. Na mindegy. Szóval, itt a következő. A terv. Ez egy nagyon-nagyon érdekes dolog, ezt most mindenki figyeljen oda, ugyanis most itt lesz a fő lényeg az egésznek. Terv, a gonosz humanoid karakterek hibernálása, lefagyasztása után átoperálni a DNS szerkezetüket jó szándékokra. Szerintem ez nagyon sok embernek nem esett le most, hogy ez mit akar jelenteni, de mindjárt már megmutatom, mert nagyon-nagyon érdekes. Szóval, ja, van itt egy másik titkos rész, ahova le tudunk menni, ami pontosan errébb van, azt hiszem. Ja, igen, itt van a virágnál, jó, elfelejtettem. Szóval ide kell állni a virághoz. Ide szépen leugrunk, nem tudom, amúgy készen álltok? Én készen állok. Gyerünk! Hú-hú! Ide szépen leugrunk, így, hú-hú! Ez az! Nagyon-nagyon jókat ugrálunk, így is, úristen, sebződtem. És itt van a lényeg, srácok. Le van fagyasztva Herobrine, akit már egyszer legyőztünk. És le van fagyasztva Null is, akit egyszer legyőztünk. És bizony, őket lefagyasztották, vagyis izélik. Csá, mindjárt beszélek, na. Szóval, őket lefagyasztottuk, vagyis ilyen klónokat, és belőlük jó embereket csinálunk, akik az erejüket nem arra fogják használni, hogy elpusztítsák a világot, hanem csupa jó dolgokra, és nem gonoszságokra. Na, csá kolléga, szia, hello, üdv, mizu van, csá, szia. Bocsánat, közben beszéltem, meg bemutattam az embereknek a dolgokat. Kihez beszélsz? A nézőimhez csak bemutattam nekik, hogy mi lesz a titkos terv, amit ott csinálunk, meg ilyenek. Ja, nézőid, igen, hát ott videózok. Ezt elmondtam nektek az elején is, hogy Wow! Mi a? Tessék! Mi a? Várj, már hogy került rád egy szemüveg? Hallod? Ideig nem volt rajtad szemüveg. Azt menő mi? Aha, vedd már le! Azt hogy csináltad? Hallod? Vedd már le a szemüveget! Ez nagyon menő! LOL! Ne már! Na jó, ilyet én is akarok! Ne már! Adj már ilyet! Adj már ilyet! Ne már! Na jó, mindegy! Na igen, na de vicces! Nem, hát a nézőimnek bemutattam a dolgokat, tudod, hogy miket dolgozunk itt a titkos ügynökségnél, mert úgy nagyon-nagyon baresz, meg minden, és ja, meg akartam neki mutatni, hogy miken dolgozunk egy ilyen szuper titkos vállalatnál, meg ilyesmi, érted? Na, viszont ügynök szerintem mi az? Remélem tudod, nem bírtam elolvasni, meg nagyon hosszú is volt, de mindegy. Írd be megint, nem tudtam elolvasni, ügynök úr. Remélem tudod, hogy nem szabad semmit felvenni, semmilyen felvételt. Nem tudtam, de hát már mindegy, nem? Igazából most tök mindegy. Mondjad ügynök úr. Állj meg. Jó, nyugi van, nincsen semmi, meg vagyok állva, meg minden. Figyelj, hát... Nem tudtam, hogy nem lehet nekik bemutatni bármit, de hát már úgyis mindegy, nem? Gondolom. Vagy téged, vagy a fel... Hallod, nem tudom elolvasni, írd már ki hosszabban, vagy többször írd ki, vagy nem tudom. Léci! Vagy téged, vagy a felvételt, igen. Meg kell semmisíteni. Ebben a sertésszerben van elrejtve a felvétel. Ott van benne. Esküszöm. Ott van benne. Nézd meg, vedd fel! Csak nézd meg! Menekülj! Jaj! Hagyjál már! Hallod? Eléggé béna ügynök vagy. Hallod? Itt vagyok alattad. Halló? Ügynök? Hát ez jó béna, na mindegy. Gratulálok, hát nem... Ja, oké, rendben, hát akkor játszunk így. Én elmenekülök, engem békén hagyhatsz. Csá! Én biztos, hogy gyorsan vagyok. Jaj! Jó. Hú! Alig maradt HP-m. Ó, Istenem, jó, menekülünk innen, menekülünk. Jó, oké, pont belestem a vízbe. Jaj, itt van mögöttem. Jaj, jó, mindegy, menekülök. Na, srácok, szerintem akarjátok látni ezt a videót, szóval. Jaj, ne ütöges már, légy szíves, köszi. Jaj, szóval srácok, szerintem akarjátok ezt a videót fellátni. Vagyis hát, ja, szóval én inkább, nehogy semmisten meg, megmutattam a nézőknek, hogy mind dolgozunk, most ez nem annyira nagy bűn, meg ilyenek, oké, értem, ez szuper titkos, meg ilyenek, de figyelj, ők is kíváncsiak rá, de titkos a hely, jó, én tudom, hogy titkos, de mondom, kíváncsiak rá, hát most tetteltek semmit, szegény nézők kíváncsiak rá, meg minden, jó, Istenem, na jó van, inkább lépek szerintem el, minél gyorsabban, gyere, dehogy jövök, jaj,
Jó, menekülünk, srácok, el kell bújni. El kell bújni, minél gyors. Amúgy nem tudom, nem látom a srácot, szóval szerintem lehet lassan leráztam. Ilyen szó, hogy gyere, biztos sem jövök, hagyjál már. Elégettem a kazettát, biztos, hogy nem égeted el, gyorsabb vagyok, elbújok, cső. Nem, nincs ilyen, hogy elégeted. Ezt már nézzük, látni fogják, haha. A nézőknek muszáj videót csinálni. Ott van mögöttem, nem már. Hagyjál már bék. Na jó, nekem tényleg elegem van belőled, hallod? Ne akart, hogy bántsalak. Nem akarok gonosz lenni, hallod? Nem, tényleg nem akarok gonosz lenni, de bántani foglak. Csak szólok, meg ilyenek. Erősebb vagyok, hát ezt olyan elhitted. Valóban, mindegy, inkább lépjünk le innen szerintem. Jó, oké, valóban srácok, el kéne bújni, maybe. És akkor talán nem fog megtalálni. Jó, tegyük fel. Jó, én ide a bányába elbújok, remélem nem vett észre. Léci, menj el. Jó, suttogva kéne úgy beszélni, nem kéne túlságosan hangosan. Ugye nem vette észre, hogy én ide ugrottam le. Jaj. Jó, oké. Jó, oké, béna. Haha, béna volt. Jó, oké, ez a jó béna. Oké, elfut. Jó, királyság, na. Hú, leráztuk. Na, srácok, jó. Akkor gyorsan, hát szerintem amúgy a munkámnak ennyi szóval. De én ezt az öltönyt megtartom. Mert amúgy nagyon jól néz ki, szóval azért ez eléggé menő, hogy így nézünk ki. Ja, ezt megtartom, meg a gyémántkalat is, meg ilyeneket, szóval közi szépen amúgy tényleg, hogy izé, gyere ide te áruló, hát hagyjuk, jó, oké, király, elszoktam, hagyjuk ezt a srácot szerintem inkább. És srácok, hú, királyság, na, oké, el tudunk szökni. Szerintem akkor én lassan elköszönök, bemutattam nektek legalábbis a munkahelyet, amit akartam. Ahonnan szerintem ezek után ki leszek rúgva, de figyeljetek, legalább lett egy plusz videóm, amit remélem, hogy tetszett nektek. Szóval srácok, kösz szépen, hogy itt voltatok, és amit nagyon-nagyon meg akarok említeni, és amire nagyon-nagyon így, nem tudom, így büszke vagyok, vagy nem tudom, az jó, ezt tudom, lehet, hogy ilyen nagyon gáznak tűnik, vagy nem tudom, de amúgy így tökre így meglepődtem azzal, hogy például van az Ördög Nóri, nem tudom, ismeritek azt a műsorvezetőt, neki például a lánya néz engem, őt amúgy így üdvözlöm meg minden, szia, és az anyukádat is, meg minden, szóval tök király. Vagyis nem tudom, igazából a csatornájuk fel van rám iratkozva, szóval gondolom, hogy neki van egy lánya, nem tudom, de akkor hello. És van egy csomó ilyen TikTokos, meg ilyen instás celeb is, akinek vagy a húga, meg ilyenek néznek, és így beraktak engem így a videójukba, vagy a TikTokjukba, vagy nem tudom ki volt már az. Nekik is üdvözlet, köszi szépen, meg mit tudom én, nektek így külön köszi, meg amúgy is mindenkinek köszi, aki nézi a videóimat, csak ezt ki akarom emelni, mert nem tudom, ez így tök nagy dolog így számomra, meg ilyenek, szóval nektek sziasztok, csá. Na, ennyi, srácok, köszi szépen, hogy itt voltatok, és akkor találkozunk legközelebb. Ha tetszett, like! Csekkoljátok a többi csatornámat, és ja, ennyi! Találkozunk legközelebb, sziasztok!